Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 22-e az egy nagyon különleges nap, hiszen a kettes szám többször megjelenik. És mit jelent ez a kettes szám? Természetesen a párkapcsolatot, téged és őt. 22-e kétszer jelenik meg a kettes szám, és akkor így a négyes számot kapjuk meg, ami arra utal, hogy ez a párkapcsolat nagyon stabil. Akkor jön a hónap, február hónap, és a kettes szám előtt ott van a nulla szám, ennek is van egy jelentősége, és utal az ötletekre, a gondolatokra és a tervekre. A kettes szám ennél a dátumnál 6-szor jelenik meg, és a 6-os szám jelenti a múltat, a romantikát, egy kis nosztalgikus emlék. És most megnézzük a kártyáknál, hogy mit jeleznek, ami ezt a párkapcsolatot illeti. Itt a nap jelenti a kisugárzásotokat, a vonzó erőt, ez a gyermek jelent egy új kezdetet. Ettől a dátumtól kezdve, tehát február 22-től lesz itt egy új kezdet. És pontosan így van megírva a csillagképekben, és amit ez a kép még jelent, a csillagok szerencsét hoznak a szerelmi élet területén. Itt lesz egy új kezdet. Vagy valaki visszatér a múltból, ami itt is látható, hogy a múltban voltak még szomorúságok és könnyek. Jelenleg még így befele fordultok, ezt fel kell dolgozni, de a háttérben látható a maradék két kehely, újra a kettes szám, ami utal a jövőre, rád és őre. És a kelyheknél érzelmekről van szó. A múltban voltak könnyek, a jövőben itt lesz ez az öröm. Tehát a párkapcsolat, egy stabil párkapcsolat, a tervek, kis emlékek, néha még ez a szomorúság vagy könnyek, így még befele fordultok, de itt a remény, hogy a csillagképek szerencsét hoznak, és a nap jelenti a vonzó erőt kettőtök között, ez a gyermek utalhat egy kisbaba születésére is, de jelez egy új kezdetet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!